Ismételten üdvözlök mindenkit. Az LEC 5. hetének a vlogja lesz. Ismételten a meccsekről fogok egy kicsit beszélni. Először is ugye egy-egy zártuk a hetet. A Fnatic is az Excel ellen játszottunk. És meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy-egy. Annak tekintetében, hogy milyen gyakorló heten vagyunk túl. Ez szerintem nagyon jó. Mert ez volt szerintem az eddig legrosszabb gyakorló hetünk. És hát itt több kisebb dolog is közre játszott, ugye az új patch megérkezett, rengeteg hőst kellett tesztelni, és ezek a hős tesztelések sokszor azt eredményezték, hogy már a laning fázisban kikaptunk egyes csapatok ellen, és nem is jutottunk el odáig, hogy csapat szinten tudjunk gyakorolni, illetve a betegségek is tizedelték a csapatot, úgyhogy ebből a szempontból nagyon kellemetlen héten vagyunk túl. És szerintem ennél csak jobb lehet innentől. Úgyhogy ez meg is látszott egyébként a Fnatic elleni meccsen, hogy hogy nem voltunk top formában. Igazából kicsit kitérek a draftra. Az volt a koncepció, hogy elhozunk topra valami stabil hőst. Tehát itt például ugye Kennent hamar elhoztuk. Számítottunk arra, hogy Jace fognak ráhozni. Igazából ez a matchup ez úgy alakul, hogy ilyen level 8-9-ig a Kennen az el van. Onnantól a Jace erősebb lesz split push és 1v1 terén, Kennen viszont erősebb lesz teamfightolás során. Emellett egy elég erős scaling botlane-t választottunk, ugye a Jinx-el, illetve egy óriási counter matchup-ot midlane-en. Na már most Cassiopeia-t Lissandra ellen hoztuk. Az volt itt az nagy probléma ezen a meccsen, hogy nem játszottunk a győzelmi kondíciónkhoz, ami ugye említettem korábban, hogy scaling botlane-ünk volt, a top lane matchup az olyan, hogy egyenlő, és igazából még ha előnybe is kerül a Kennen, Jace akkor is out fogja scale-elni egy terén. Úgyhogy nem túlságosan érdemes e fele a lane fele játszani. És hát a midlane lett volna az, amit campelnünk kellett volna. Viszont ez a szinergia ez nem volt meg a játékon belül. És hagytuk a Lissandrát, hogy felscale-eljen nyugodtan a meccs során. És természetesen innentől, hogyha az ellenfél előnybe kerül ezzel a Sivir Lissandra kompozícióval, ahol mit prioritást tudunk szerezni ellenük, mert a Sivir az ugyanolyan gyorsan leklíreli a vévet. És még közben semmi esélyünk sincs arra, hogy megbüntessük, ezért nagyon megnehezült a meccs és teljes kontrollba került a Fnatic javára. Úgyhogy itt lehetett volna megnyerni a meccset, hogyha midet kempeljük, és ott a 2v2-ket, a 3v3-okat, ugye amikor a supportok is romolnak, bevállaljuk, és akkor ezeket is lazán megnyerjük, mert Cassiopeia Lissandra különbség az óriási. Ezek az 1v1-ek, 2v2-ek, 3v3-ak terén. Ugye körül kellett volna játszani, ezt elszalasztottuk, és szerintem ezt is kell fókuszba tenni a következő hétre, hogy hogyan játszunk midlane körül sokkal effektívebben, mert ez nem csak ezen a meccsen, hanem más meccseinken is látható, hogy ez jelenleg egy gyengeségünk. Úgyhogy ezen mindenképpen javítani kell majd. A játék további szakasza hogy alakult igazából? Teljes kontrollban volt a Fnatic, úgyhogy folyamatosan catcheltek minket mindenfele, mert nem volt elég vision a pályán. Nem tudtuk a mozgásaikat lekövetni, és még amikor mozogtak is egy side lane-re, hogy elcatcheljenek valakit, akkor se tudtuk átvenni a kontrollt, úgyhogy ez egy ilyen lassú halál volt. Kicsit kellemetlen, de ha nem játszott a győzelmi kondícióidhoz mérten, akkor általában nagyon megnehezül a játék. Na már most az Excel ellen viszont sokkal tudatosabban játszottunk a győzelmi kondíciók felé. És ugye itt szintén az volt a koncepció stabil toplane-t hozni. Itt toplane-re nem is nyomtunk egy genket se, hanem teljesen botlane fókuszú játékot játszottunk, ugye a Draven-nel. Na már most szerintem három ilyen elég stabil carry orientált a fős van topra. Legyen négy. A Kennen, Atrox és az Urgot. Illetve ugye ott van még a Jace. Aminek én nem vagyok egy nagymester, úgyhogy ezért nem is szoktuk nagyon választani. Ehhez mérten én az Atrox választást mondtam a legjobbnak. És szerintem ez jó is volt a meccs során. Az egyetlen nagy hiba, amit elkövettünk, és amiért a meccs ennyire lelassult. Ugye elég nagy snowball volt az elején, botlane-ünk előnybe került, midlane-ünk előnybe került. Innentől kezdve könnyűnek kellett volna lenni a meccsnek. Viszont
hagytuk nekik egy opciót, hogy betépézzenek megint Jarvannal. És Nocturne ultival ugye én nem tudom a TP-t egyeztetni emiatt, hogyha váratlanul ér minket. És ez váratlanul ért minket. Jarvan két killt kapott szerintem ezután, és sokkal erősebb voltam nála 1v1-ben, de innentől kezdve már nem voltam benne biztos, hogy erősebb vagyok-e nála. Minden esetre sokkal kontrolláltabban játszottunk a meccsen, és szerintem továbbra is kontrollba sikerült maradni. Legalábbis nekem ez az érzésem volt meccsen belül, hogy továbbra is kontrollban maradtunk, és tartottuk az állást, és szép lassan felöröltük az Excel csapatát. Nyilván ez az is közrejátszik, hogy gyengébb csapatról beszélünk. Kicsit megkönnyítették a dolgunkat, de elég veszélyes kompozíciójuk volt, mert két immobilis carry hősünk volt, Orianna és Draven tekintetében, és erre hoztak Jarvan-t, Nocturne-t, hasonló hősökkel nagyon könnyen, hogyha nincsen flash a carry-jeinken, akkor nagyon könnyen meg tudják őket fogni. De ez mérten szerintem ez egy jó meccs volt. Kicsit elhúzódott, ugye említettem a korábbi TP miatt. De hogyha az nem történik meg, akkor ez egy sima meccs lett volna. Úgyhogy minden esetre szerintem erre kell majd figyelnünk a jövő héten szintén, hogy sokkal jobban le kell kommunikálni csapat szinten, hogy mik azok az egyetlen lehetőségek, amik megvannak nekik. Mert például ebben a szituációban ugye említettem, hogy top lane-t azt én nyertem 1v1-ben. Tehát, hogyha ott egy recoilt én el tudok nyomni, akkor sokkal jobban lehet látni, mikor akar TP-t csinálni az ellenfél. Még mikor akar ilyen TP playeket csinálni. És szerintem az egyetlen lehetőség az, amikor a Jarvan a bázisban van, és akkor TP lehetőség után néz. És erre kell nagyon felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon passzívan kell játszani boton. Szépen megvárni, amíg a Jarvan visszajön top lane-re. És amikor van róla vision, és meg tudom akadályozni a TP-jét is egy Q betűvel akár, akkor onnantól lehet teljesen agresszívan boton játszani, és még akár mi is mehetünk proaktív TP playek után, hogy kidájvoljuk az ellenfél botlane-jét például az én TP-mmel. Az ilyen lehetőségek, ezek mindig ott vannak. Erre kell majd figyelni a jövő héten, és erre kell majd a gyakorlásunkat fókuszálni. Reméljük egy sokkal jobb gyakorló hetünk lesz majd. Most erős ellenfelek ellen fogunk játszani. Úgyhogy én bízom benne, hogy többet ki tudunk majd szedni ezekből a gyakorló meccsekből, mint ezen a héten. Így köszönöm szépen, hogy időt szenteltetek ennek a videónak megnézésére, és további szép vasárnap estét, vagy hétfői napot kívánok nektek, attól függően, hogy ki mikor nézi. És jövő héten majd ismét találkozunk. Köszönöm szépen, és sziasztok!